A koronajárványvírus első hulláma után a Szijjártó Péter vezette külgazdaság és külügyminisztérium döntött a versenyképesség növelő támogatásokról. 2021. december végéig közel 210 milliárd forintot osztottak ki. A közadat igénylésünkből az derült ki, hogy olyan cégek is kaptak támogatást, akik nem feleltek meg a kiírásnak, valamint a legtöbb pénzt a kecskeméti Mercedes kapta, hogy megvédje a munkahelyeket. De azt is megtudtuk, hogy olyan csarnoképítése is adtak pénzt, ami valójában nem valósult meg.